Kortárs műveket hallhatott a közönség a Pécsi Dallamok elnevezésű eseményen. Az idei már a második alkalom, hogy a Baranyai megyeszékhely kórusai összegyűlnek és koncertet adnak. Ez 2019-ben indult útjára, azzal a célra, hogy a vokapella helyet teremtsen a kortárs zenének, a kortárs kórus zenének. És a mai koncerten vendégül látjuk a Pécsi Tudományegyetem női karát, illetve egy fiatal együttest, a Fermát, a vegyes kart. A pécsi kórus élet az nagyon aktív, úgyhogy az együttesek ismerik egymást, a karnagyok jó kapcsolatot ápolnak, és azt látom, hogy a legtöbb koncertben keressük a lehetőséget arra, hogy együttműködhessünk, hogy együtt énekelhessünk, és az itt éneklő kórusoknak mindegyiknek az egyik célja az, hogy a kortárs zenét ápoljuk, hogy megmutassuk ezeket a közönségnek. Így olyan kórusokat kerestünk, akik ebben együtt tudnak velünk működni. Egy különleges művet is előadott a vokapella együttese. A vokapella az egy Rozs Tamás darabot fog most bemutatni, ez egy ősbemutató lesz. Rozs Tamást a Szélkiáltó együttesből ismerhetjük, illetve színházi zenéket, bábelőadásokhoz ír zenét, és ezekben sokszor önmaga is közreműködik. Úgyhogy ez egy picit neki is új terület, kimondottan a kórus számára írta ezt a művet, ami egy Vörös Sándor verset dolgoz fel. Ezúttal szomorú aktualitása is volt a programnak. A hangversenyünknek egy másik célja, hogy a tavaly elhunyt Kircsi László zeneszerzőnek, zenésznek emléket állítsunk, hiszen ő egy olyan zenész volt, akinek nagyon fontos volt a kortárs zene, ezt sok helyen hirdette. A kórushoz is közel áll, többször dolgoztunk vele együtt, és szeretnénk a hangversenyen rá is emlékezni. Az eseményen bemutatkozott a fiatal egyetemistákból álló Fermát a vegyes kar, de a PTL női kara is a színpadra lépett. A kezdeményezés jó, hát még a Covid előttre nyúlik vissza, amikor Livi kezdeményezésére egy közös koncertet tartottunk, az első Pécsi Dallamokat, még a Liszteremben, a művészeti karon. És sajnos a Covid az utóbbi időben ugye megnehezítette a sorsunkat, úgyhogy de szerencsére most a második alkalommal itt a civil közösségek házában énekelhetünk a Liviekkel együtt, és a Fermáta a Covidban alakult egyébként egyetemi hallgatókból álló együttesből. Ugye Fermáta az koronát jelent, hogy nagyon jó kis nevet találtak neki a fiatalok, hogy ma mit fogunk énekelni. Jó barátom és munkatársam, dr. Balatoni Sándor írt nekünk egy kórusművet erdélyi népdalokra, négy erdélyi népdalra, Szivárvány Havasán címmel, aminek ősbemutatóját itt fogjuk megtartani. Anta Laurával együtt csináljuk ezt az együttest, és Laurának is a doktori témája alapvetően kortárs kórusművészetről szólt, tehát lányoknak is
egyébként most már azt kell mondjam, hogy ezt szívták magukba, úgyhogy nekik is, számukra is ez egy fontos.